A karcagi Kátai Gábor Kórház nyugdíjas találkozót szervezett. A korábbi dolgozók szorgalmas munkájukkal megteremtették és biztosították a kórház fiatalabb dolgozóinak, hogy a nyomdokaikba léphessenek. Az eseményen Nagyné László Erzsébet, a karcagi Kátai Gábor Kórház főigazgatója köszöntötte a nyugdíjasokat. Szakorvosoktól az ápolókig, az egészségügyben dolgozókig, a konyhás dolgozókig, a takarítókig, itt mindenki itt van. És ez annyira jó, mert így egy csapat a kórház, így egy csapat ma is, ahogy volt egy csapat a ti időtökben is. Ez csak így lehet együtt dolgozni, és csak így lehet együtt a betegekért dolgozni. A találkozót megtisztelte jelenlétével F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is. Ez a mai nap szól egy kicsit az emlékekről, szól egy kicsit a régi kollégákról, a régi egészségügyről, és szól arról, hogy milyen jó, hogy itt Karcagon az egészségügyben egy olyan közösség van, amely egy ilyen rendezvényen össze tud jönni. Hiszen a karcagi kórház és a karcagi egészségügy mindig egy külön szín volt. Egy olyan sziget volt a városnak, amely példát tudott mutatni, amely irányt tudott mutatni, és a város életében mindig meghatározó szerepe volt. Rangot jelentett az egészségügyben dolgozni. Rangot jelentett mindenkinek, aki az egészségügyben dolgozott, hiszen tudták azt, hogy ha valaki a kórházban vagy a házi orvosi rendelőben dolgozik, bizalommal fordultak felé, tudták azt, hogy az egy rangot jelent. Egy rangot jelent, és most is rangot jelent egy egészségügyi dolgozónak lenni. Mert az emberek bíznak, az emberek bizalommal fordulnak minden egészségügyi dolgozóhoz. A rendezvényen Sári Kovács Szilvia városunk alpolgármestere is köszöntötte a nyugdíjasokat. Akkor egy egészségügyi dolgozóról van szó, ott azért fizikai munkáról is szó van, és lelki, mentális megmérettetésről is. Hiszen a sok beteg, panaszkodó embert, akiknek a fájdalmát enyhíteni kell, bizony a kedély állapotát is javítani kell. És önök ezt a gyógyító munka mellett mind-mind megtették. Tehát nagy az örökség, amit önöktől kaptunk, és nagyon magas a mérce, amit a mostani fiataloknak teljesíteni kell. De én bízom abban, hogy ezt a hagyatékot, amit önök itt hagytak, tovább tudják vinni, és ugyanolyan jó egészségügyi dolgozók lesznek, és úgy mennek nyugdíjba, ahogyan ezt önök tették. Végig tekintve önökön nem is szaporítanám a szót, hiszen nem azért jöttünk össze, hogy köszöntő beszédeket halljunk, hanem azért, hogy együtt legyenek, jó kedvben, örömben, boldogságban, jókat tudjanak beszélgetni, a kellemes és csak is a jó emlékeket fölidézni, jót szórakozni és egy kellemes délutánt eltölteni. A köszöntő gondolatokat követően a karcagi Kátai Gábor Kórház 2010-ben alakult Madison kórusának előadását hallhatták a megjelentek. Ezt követően finom vacsora következett, majd kezdetét vette a mulatozás. A talpalávalót Farkas Judit szolgáltatta.